Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát azt hiszem, hogy mondhatom képletesen, de a valóság tartalma igaz, hogy ismét robbant a Simicska bomba. Tehát Simicska Lajos, amikor több héttel ezelőtt egy pénteki napon gyakorlatilag sok telefoninterjút adott, inkább így fogalmazok, és hát nem válogatta meg a szavait és a jelzőket, amelyeket használt a miniszterelnökkel szemben. Most megint megszólalt a Mondinernek, aztán azt követően a Szabad Szemmel című adásunkban Mészáros Antóniának is nyilatkozott telefonon, és megerősítette azt, amit a Mondinernek mondott, miszerint az a gyanúja, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnököt, volt katonatársát, katonasság után beszervezték, illetve azt, hogy ő jelentett róla, mármint hogy Orbán Viktor Simicskáról, azt arra alapozza, ezt idézem ezt a mondatot, hogy egyszer csak Orbán Viktor azt mondta neki, figyelj Lajos, az a helyzet, hogy jelentenem kell rólad. És azt is mondta még, hogyha nem olvasták volna és nem hallották volna az interjút, hogy az a feltételezése, 30 évig hitt abban, hogy Orbán Viktort nem szervezték be, de most az a feltételezése, hogy ez megtörténhetett, és ezek az iratok azért nincsenek, mert például róla készült jelentések, Simicskáról készültek, mert hogy ezek Moszkvában vannak. Ez pedig már azt feltételezi, hogy a magyar miniszterelnök akár zsarolható is. Hát, izgalmas egy történet, és szeretnénk tisztán látni. Gulyás Gergely a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Ön el tudja képzelni, hogy Orbán Viktor ügynök volt? Nem, bár ez nem elképzelés kérdése, hanem ténykérdésként ellenőrizhető, hiszen Orbán Viktor 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy ellenzéki képviselőasszonynak válaszolva valamennyi róla felelhető állambiztonsági adatot nyilvánosságra hozott. De most mondta ki a kulcs szót vagy szavakat, a róla felelhető. Hát pont azt mondja Simicska Lajos, hogy nem lelhetők fel, mert hogy ezeket az iratokat nyilván szándékosan nem Magyarországon, hanem Moszkvában tartják. De nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy azok az iratok, amik felelhetőek, azok mit mondanak. Az kétségkívül igaz. Az nem igaz, hogy Moszkvába tömegesen vittek volna Magyarországról iratokat. Különösen nem igaz ez. Orbán Miklós is ezt állítja. Különösen nem igaz ez. 19 éves katonák esetén, tehát ott ez gyakorlatilag kizárható. Természetesen ennél magasabb körökből származó hallgatások esetén ilyenre sor kerülhetett. De a lényeg az, hogy ezeket az iratokat mondjuk 89-90 táján semmisülhettek meg részben, vagy hogyha bárhol vitték, akkor vihették el őket, amikor a rendszer összeomlott. Ehhez képest a miniszterelnök által nyilvánosságra hozott iratok között napnál világosabban felelhető és olvasható az a 1987. augusztus 25-én kelt Fenyvesi nevű, azt hiszem, főhadnagy által írott feljegyzés, amiben egy egyébként Orbán Viktor feleségével szembeni titkos, fedett 3/3-as nyomozás kapcsán szerepel egyértelműen az a mondat, hogy a katonaság időszakában, tehát 1982-ben megkísérelték Orbán Viktor beszervezését, de ez nem járt sikerrel. Simicska Lajos azt mondja, hogy leszerelés után volt ez. De ez teljesen mindegy, mert ez azt igazolja, hogy 87. augusztus 25-éig soha Orbán Viktort nem szervezték be. És mikor szerelt le? 87. augusztus 5-én? 81-82-ben volt katona. Tehát innentől kezdve, hogyha valaki túl tudja tenni magát az Orbán kormányjal szembeni antipátiáján, akkor ez a történet lezáródott, és marad az, hogy egy ember, aki most személyes sértettsége, adófizetési kötelezettségből származó személyes sértettsége miatt korábban csak obszenitásokat, most pedig már nyíltan hazugságokat terjeszt a miniszterelnökről, nem tudja túltenni magát azon, hogy miként él át egy, mondom, személyes sértettségi helyzetet. Simicska Lajos, mi sértődött meg? Mi ezt, az a személy? Ezt tőle kell megkérdezni. Hát de ön mondja, hogy személyes sértettsége van. Hát hiszen, hogyha tényszerűen igazolható, hogy valakit nem szerveztek be, és soha ügynökként egyetlen egy napig sem működött, ennek megfelelően egyetlen egy jelentést sem írt vagy tett. Tegyük hozzá egyébként, hogy a rendszerváltozás óta elég sok szocialista kormány volt, illetve hát már 89-ben Orbán Viktor a Hősök terén elmondott beszédével országosan ismerté vált. Tehát, hogyha bármilyen ilyen irat felelhető lett volna, akkor azért azt feltételezzük, hogy nyilvánosságra hozták volna. De ehhez képest lehet, nem csak... pont ekkor kerültek ki Moszkvába, amikor Orbán Viktor már nem 19 éves katona volt. Ezt lehetne mondani, ugyan nyilván az állítást, aki megfogalmazza, annak kell bizonyítani, de sajnos a helyzet az, hogy egyértelmű bizonyíték van arra vonatkozóan 87. augusztus 25-éről, hogy az azt megelőző időszakban soha Orbán Viktort nem szerezték. Tudja jól, hogy az állambiztonsági szolgálatok működése az arról is ismerszik meg, hogy nincsenek egyértelmű bizonyítékok, hát dezinformációk. Nem,
Dezinformációkkal nem dolgoztak a szolgálatok? Dezinformációkkal dolgoztak a szolgálatok, de olyan, hogy egy főhadnagy saját felettesének való jelentés során szigorúan titkos minősítésű iratban írja le valakinek az élettörténetét egy egyébként folyamatban élő nyilatás kapcsán, ennél hitelesebb okirat nem létezik. És azt honnan tudjuk, hogy egy másik főhadnagy nem írta ennek az ellenkezőjét? De hát, ha valakit ügynökként beszerveztek, akkor annak hatos kartonja van, hogyha a hatos karton nem lopta ki valaki, és nem vitte ki Moszkvába. De ebben esetben jelentések vannak, de még egyszer mondom, itt arról van egy megdönthetetlen, tehát arról van, de nem tűnt el minden, hát arról van egy megdönthetetlen hitelességű irat, hogy 87-ben, hogy megkísérelték beszervezni, és a beszervezés eredménytelen volt. Tehát innentől kezdve, ha valaki túl tudja tenni magát az esetleges antipátiáján a jelenlegi kormánnyal, vagy Orbánnal szemben, akkor azt tudja mondani, hogy morálisan is elfogadhatatlan, és kifejezetten felháborít, hogy valakit, illetve rajta keresztül egy politikai közösséget, ami egyébként a diktatúrával való szembenállásból született, és a demokráciáért folytatott harc mentén jött létre, ott egy személyt, és rajta keresztül egy közösséget ilyennel megvádoljanak. Na, de nem akárki teszi ezt, mondjuk nem Mesterházi Attila, vagy Tóbiás Józsa, vagy Gyurcsány Ferenc, hát az önök egyik legbelsőbb embere, Orbán Viktor bizalmasa, jó barátja. De ez milyen értelemben ér? Hát 30 éven keresztül így lett volna, hogyha bármilyen, hogyha valós lenne az az állítás, hogy róla a miniszternek bármilyen jelentést írt, amit mondjuk más objektív okiratból is tudjuk, hogy teljesen valótlan, de ha ő ezt feltételezte volna, akkor vajon együttműködött volna? De azt mondja, ezek az objektív okiratok eltűntek, még egyszer mondom. De, nincs, na, de nem, el tudja képzelni, hogy valaki ilyet kitalál? Hát, tehát el tudja képzelni, hogy Simicska Lajos ezt a mondatot, hogy figyelj, Lajos, az a helyzet, hogy jelentenem kell róla. El tudja képzelni, hogy ez kitaláció, ez nem is hangzott el? Ön utalt arra, hogy Simicska Lajosnak nem ez volt az első interjúja, ezelőtt két héttel jó néhányat már adott. Hát ha valaki az ott interjúkat meghallgatta, akkor azután, hogy most az obszcenitás után a hazugság talajára lépett, ezen különösebben szerintem nem kell meglepődni. Még egyszer kérdezem, mert nem adott rá választ azért. Mi ez a személyes sértettség? Tehát ön is használja, Rogán Antal is, Orbán Viktor is használja, Simicska Lajos tulajdonában álló médiavállalkozásoknak néhány százalékos, 5% körüli, vagy 3-6% közötti adót kell fizetni. Ez a sértődésnek komoly oka. De ezt komolyan gondolja, hogy úgy ismeri Simicska Lajost, hogy Simicska Lajos mondjuk egy 3-5% adóért eldob 30 évnyi barátságot. Nem ismerem Simicska Lajos, tehát ezt a kérdést el tudja képzelni Simicska Lajos eddigi munkásságáról, hogy 3-5%-os... Nem ismerem az igazság. Tehát bajban lesz velem, mert már korábban mi beszélgettünk arról, hogy mi is többet tudni Simicska Lajos munkásságáról. A társadalom azon nagyobbik részéhez tartozom, aki nem ismeri Simicska Lajost. Nem tartja ezt Piti Áner dolognak, hogyha ez lenne az igazság, hogy valaki egy 3-5%-os adóért eldob egy 30 éves barátságot? Nem tudom, de én viszont úgy gondolom, hogy nekem az ügy személyes vonatkozásaiban nem kell beleártanom magamat. Tehát a konkrétan megfogalmazódott vád az azért fontos, mert nem csak hazug, de felháborító is. De honnan tudja, hogy hazug? Hát, javaslom, hogy, de szívesen akár fel is olvasom, hogy a 1987. augusztus 25-én kelt 3/3-as fejlődés. Nyilvánosságra hozott. Hát akkor, de ettől még nem vagyok meggyőzve, hogy nem tűntek el iratok. Megyesi Péterről is később derült ki, már a miniszterelnök volt. Bocsánat, de ha Megyesi Péterről nem tudna mutatni egy olyan iratot 87-ből, hogy ő soha nem volt szigorúan titkos állományú tisztje a diktatúrának, akkor nyilván nem is lett volna az. Tehát később róla azért nem volt ilyen irat, mert az volt. Tehát nagyon egyszerű, ilyen szempontból a 3/3-as ügyosztálynak egységes nyilvántartása volt. Ott nem fordulhat elő. Egyetlen egy esetet nem tud mondani. És mi van akkor, hogyha az nem fordult elő eddig, hogy ellenérdekelt fél nyilvánosságra hozott volna egy aktát Orbán Viktorról. Megyesi Péter esetében nyilvánosságra hoztak aktát. Orbán Viktor még nem járt Nem lehet, hogy erről van szó, mert egyetlen egy esetet sem tud említeni, amikor egy későbbi 3/3-as dokumentum egyértelműen leírja azt, hogy valakit megkísérletek beszervezni, és hogy nem sikerült, és egyébként teljesen eredménytelen volt minden ilyen kísérlet, és egyébként az illetőről kiderül, hogy az volt nem, mert egységes nyilvántartása volt a 3/3-as ügyosztálynak. Tehát és mi alakban nem 3/3-as volt? De egyébként sőt, 89 után is szerveztek még be embereket. És itt lesz 87 után is szerveztek be embereket, hát ugye akkor 87. augusztus 25-ről van szó, de a Simicska féle vád az nem erről szól. Hát a leszerelés után, de hogy mi történt pontosan a leszerelés után? A leszerelés után, azonnal, nem, bocsánat, 87. augusztus 25-ig után, megmondom, mi történt, 4 hónapra rá megalakult a Fidesz, ami mondjuk nem volt egy túlrendszerbarát tevékenység. Mondom, ebben egyetértünk. Jó, de attól, hogy megalakult a Fidesz összes alapító tagjáért,
ennyi évvel később most tűzbe tesszük a kezünket? Hát az alapító tagok... Ha van papír, minden papír megvan és rendelkezésünkre áll, akkor tehetjük. Tehát azokkal szemben, akikkel, vagy azokért, akikkel szemben a hatósági eljárás indult a Fidesz megalapításáért, és akik egyébként fizikai atrocitásokat voltak kénytelenek elszenvedni. És ez a konspiráció része volt? Hát a fizikai atrocitás nem hiszem, hogy konspiráció része volt, de amíg ellenkező bizonyíték nincs, addig egy kifejezetten amorális alapállás bárkire. Miért? Hát miért higgyek Orbán Viktornak, és miért higgyek Simicska Lajosnak? Mondom, hogy... Azért, mert ez nem hitvita. Meg kell nézni, hogy milyen dokumentumok. De Simicska azt állítja, hogy eltűntek a dokumentumok. De teljesen mindegy, mert ami rendelkezésre áll, miért ne higgyem el neki? Mondom, mert ami rendelkezésre áll, azt cáfolja. De pont azt mondja, hogy nem áll rendelkezésre. De hát mert hogy eltűnt? Nem tudunk arról vitatkozni, hogy ha a 3x3-as ügyosztály leírja, hogy megkísérelték Orbán Viktor beszervezni, de ez sikertelen volt, akkor Orbán Viktor nem volt a 3x3-as ügyosztályra együttműködő személy. Tehát ez szerintem lehet ezt a vitát folytatni, csak értelmes emberek között... 3x2, 3x1, tehát... És hogyha nem 3x3-as... Ilyen vád el sem hangzott. 3x2 hírszerzés volt. A hírszerzésben azokat, olyanokat szerveztek be, akiknek rendszeresen voltak külföldi vendégei, külkapcsolataik, és a többi. És külföldi egyetemen tanult? Mikor? Nem tudom. Hát én csak mondom az ötleteket. 89 őszén. Tehát azt tudom mondani, hogy ezek durván becsületsért állítások, amelyeknek nem csak alapja nincsen, hanem egyértelmű cáfolata is megtalálható azok között, az állambiztonsági okiratok között, amelyeket egyébként a minisztérium nyilvánosságra hozott. Nézzem, hogy ezek durva becsületsértő állítások, akkor Orbán Viktor miért nem perli be Simicska Lajost? Hát a becsületsértését is nem lehet perelni, hanem feljelenteni lehet, a személyiség jogsértését egyébként perelni is lehetne. Miért nem jelenti fel Simicska Lajost? De ez a legfontosabb kérdés. Orbán Viktor személyes döntése, hogy ezt megteszi vagy sem. Ennek a végeredménye borítékolható. Szóval visszatérve arra, tudom, nem ismeri Simicska Lajost, nem dolgoztak együtt, erről már más ügyben is szóba került, illetve nem más ügyben, pont a Simicska-Orbán konfliktus, hogy létezik, nem létezik, ennek kapcsán beszéltünk mi erről. De még egyszer kérdezem, azért tudja ki a Simicska Lajos, tudja, hogy mi a története, ha más nem, akkor Orbán Viktortól hallhatta, hogy ő volt a legokosabb közülük, tisztelték, becsülték egymást. El tudja képzelni erről az emberről, aki ilyen fontos szerepet töltött be nem csak a barátsága, a szakmai hozzáértése révén és Orbán Viktor életében, politikai pályafutásában, akkor el tudja képzelni, hogy egy 3-5%-os adó miatt teszi mindezt, és mondja azt egy régi barátjára, hogy szerinte ügynök volt. Csak azt mondom, hogy aki meghallgatta a 2 héttel ezelőtt belekészített interjú tömegét, az bármit el tud képzelni. És az is lehet, hogy amiről Simicska beszél, mivel a katonaság idejére nyúlik vissza, az katonai elhárítás. De nem lehet, mert a katonai elhárításon belül is a 3x3-as ügyosztály működött, és a katonai elhárítás iratait, azokat egyesítették, tehát azok a levéltárban megtalálhatóak. Úgyhogy ha valakiről kikéri az adatokat, akkor a katonai elhárítás adatait is meg. Ha megvannak, de egy része ezek, mert most is titkos. Nem tudok az értetlenség, van az értetlenség egy olyan mérték, amely nem tudok mit kezdeni. Tehát ha az adott ügyosztály egy belső vizsgálat kapcsán, ami egyébként a miniszterelnök, a mostani miniszterelnök feleségének a megfigyelésére irányul. De ez már nem az leírja azt, én értetlenségem, ha mondjuk 3x2-es ügyosztályról van szó, ha katonai elhárításról van szó, akkor hát ez volt a Kennedy bizottságnak az egyik működésének az egyik kulcspontja, hogy itt egy csomó minden még titkos. Tehát összegezzük, hogy mi az, amit tudunk, és utána ebből szerintem mindenki Orbán Viktor legjobb barátja, eszmetársa, a Fidesz lelke, ezt Bájer Zsoltól tudjuk, hogy már Fidesz lenne, ha Simicska Lajos nincs, azt mondja Orbán Viktorra, hogy szerinte eddig 30 évig hitt neki, most már szerinte elképzelhető, hogy ügynök volt. Hát ez nem az ellenzék mondja rá. Nem, ezt az az ember mondja, aki hetek óta egyébként ellenségként tekint Orbán Viktorra, és a legdurvább nyilatkozatokat teszi róla. Tehát ez valóban egy érv, csak nem a mellett, ami mellett, ha nem is önérvel, de legalábbis érveket hoz föl, hanem azzal szemben. Ezen kívül tudjuk azt, hogy Orbán Viktort a kommunista időszakban feleségével együtt megfigyelték, lehallgatták. Tudjuk azt, hogy megkísérelték beszervezni, és az eredménytelen volt. Tudjuk azt, hogy 87. augusztus 25-éig soha semmilyen formában a háromos ügyosztályjal együtt nem működött, és tudjuk azt, hogy 88. március 30-án megalakította a Fideszt, ami miatt egyébként hatósági zaklatásnak volt kitéve. Tudjuk azt, hogy 83-ban és ezt követően is a Batthyány Örök Mécsesnél a rendőrség lépett fel azért, mert egyébként a forradalom áldozataira emlékeztek. Mit kell még ehhez tudni? Tehát hát, azt kell tudunk, mondjam, akkor mondom a 8-at. Tudjuk azt Simicska Lajostól, hogy az előző 7 szerinte nem igaz. Még egyszer mondom, ha van egy, ha ön azt mondja, hogy a pohár víz nincs itt, akkor ezt a vitát le kell zárni, mert itt van. Nem én mondom.
ön itt. Nem én. Ön tesz úgy, mintha hitelt adna a teljesen képtelen állításnak. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről egy vezető fideszes politikus. Csomó mindent meg is tudtam. Túlozzunk, de egyébként próbálok válaszolni. Mit, milyen a hangulat a Fideszben? Mit, hát ettől a láttól egyébként kiváló, mert... Akivel beszélt, politikus társával, pártársával, mit szóltak ehhez a történethez? Én tudom, ez a vád, ez semmilyen rossz hangulat a Fideszben nem gerjesztett, mert ez pont olyan, ami egyébként a Fidesz egész táborát szerintem csak sokkal inkább összetartja, hiszen olyan területen támadnak bennünket, ahol a mi morális alapállásunk, és itt egyszerűen nyilván koromból adódóan sem az enyémről van szó, de a Fidesz megalakulása, a Fidesz mai vezetőinek a morális alapállása az támadhatatlan. És ez összekovácsolja a Fideszt? Nem lehet, hogy éppen szétveri a Fideszt? Nem lehet, hogy ez az, olyan sokat... Szerintem az, hogy a közösség morális alapállása egy kérdésben támadhatatlan, ez nem szokta szétverni a közösséget. Az nem, csak nem azt kérdeztem. A Orbán Viktor miniszterelnök képén ez nem rondított túl sokat ön szerint, ez az állítás, Simics Kalajos állítása? Nem, szerintem semmit nem rondított, szerintem Simics Kalajos képén rondított nagyon sokat, hogyha valaki korábban esetleg kedvelte őt, mindaz, ami az elmúlt 3 hétben történt, ami egyébként egy teljesen világos folyamatot ábrázol. Okulva akár ebből is. Önökön nagyon sok múlik, hiszen 2/3 van a parlamentben. Nincs. Ha nagyon akarják, akkor megvan a 2/3, és ebben adja a kérdésben... Adja legyen kedves! Már is, ebben a kérdésben az összes ellenzéki párt támogatását élveznék, tehát hogy teljes egység lehetne a parlamentben, és így már a 2/3 bőven meg lenne. Hozzanak nyilvánosságra mindenat, tehát minden legyen nyilvános, így 25 év után. De mit és milyen formán hozunk nyilvánosságra? Tehát ezt a vitát... Ami eddig nem nyilvános, nyilván újra az, hogy kutatható kezdeni. Csomó minden, azt értem, tudom, hogy ez az álláspontja. Nem. A teljes nyilvánosságról beszélek. Az én álláspontom az az, hogy természetesen mindenki mindent, ami rá vonatkozik, azt hozhasson nyilvánosságra, és egyébként is a diktatúra működését a lehető legteljesebben fel kell tárni. De hogyha itt... Túllépünk ezeken a jelszavakon, amik nagyon népszerűek, hogy hát tegyünk mindent nyilvánossá. Senki nem gondolja úgy, hogy minden nyilvánossá tehető. Azok sem, akik ezeket a jelszavakat hangoztatják. Azért, mert például egy 3/3-as ügynök jelentései alapján a különleges személyes adatok, azok nyilván, tehát akire vonatkozóan a különleges személyes adatokat gyűjtötték, ezek nyilván nem hozhatóak nyilvánosságra, ezek betegségre, akár szexuális irányultságra, különböző... Ezt a részt ki lehet takarni, ezt máshol is megoldunk. Tehát akkor mégsem hozzunk minden nyilvánosságra. Én csak azt mondom, hogy a beszervezés oka nagyon sokszor olyan, ami rögtön ezt a részt, ez is én csak azért mondom, hogy ehhez képest ma az abszolút szenzitív adatok, tehát az abszolút személyes adatok kitakarhatók. Szemben itt a felvezetőben elkövetett hibával Magyarországon a kutatói nyilvánosság lényegesen nagyobb, mint általában a többi kommunista országban. Mi a teljes nyilvánosságot ezt, mondtuk a felvezetőben. Igen, de a kutatói nyilvánosság azért fontos, mert ott egyébként még ezek az adatok is megismerhetőek, csak a nyilvánosságra hozatalú korlátozott. A dokumentum nagy részét visszatartják, akkor nem beszélhetünk teljes nyilvánosságról. Senki nem tartja vissza a dokumentumokat. Ma bárki az összes rá vonatkozó dokumentumot kikérheti, és ebben is meg fogja kapni, és utána ezeket nyilvánosságra is hozhatja. Tehát mi, de a hivataloknál van, nincs minden a levéltárban. Hát a Kennedy Bizottság működésére emlékszünk. Emlékszünk, hogy mit végez. Mi van a mágnes szalagokkal? Gondolom, mágnes szalagok megvannak, de a mágnes szalagon nincsenek összefüggő adatok. Tehát ez egy nagy tévedés azt gondolni, hogy ott a titkosszolgálat története felelhető. Tehát a mágnes szalagokkal kapcsolatos anyagokat, hogyha valaki nyilvánosságra akarja hozni, akkor önmagában kerek történeteket az én legjobb tudomásom szerint ebből nem fog. Hozzuk nyilvánosságra, és majd meglátjuk. Minden olyat, ami egyébként Magyarországon... Ön támogatná az, hogy minden legyen nyilvános? Én azok közé tartozom, aki Siffer András ezzel kapcsolatos javaslat, egyébként a saját frakciómmal szemben megszavaztam. Nem azért, mert az abban foglaltakkal minden egyet értettem volna, hanem mert annak idején a kormány vállalt egy határidőt egy saját javaslat előterjesztésére, és csak ezt követően terjesztettem. És a pártársai miért nem szavazzák meg? Egy Kövér László, egy Orbán Viktor, ezt miért nem szavazzák? A lényeg az, hogy ezt követően a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényben teljes felhatalmazást adtunk arra, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága mindent feltárjon, és mindent nyilvánosságra hozzon. Szerintem a önmagában persze az egy jó, hát mondjuk szöveges Siffer Andrásnak is egyet is értek, hogy a diktatúra titkai ne legyenek a demokrácia titkai, de az is igaz, hogy a diktatúra áldozatai ne legyenek a demokrácia áldozatai is. Tehát ezeket az ügyeket úgy kell nyilvánosságra hozni, és senkinek, főleg aki, illetve a senki alatt csak az áldozatokat értve, senkinek a személyes adatai ne kerüljenek nyilvánosságra, a személyes érdekei, a megfigyeltek, ne sérüljenek. 5 éve önök vannak kormányon.
Ezt meg lehetett volna már. A Nemzeti Emlékező Bizottságot létrehoztuk, a Nemzeti Emlékező Bizottság bár mágnes szalagot is beleértve, bármilyen egy titkos konferencián túl még egy semmit nem tudom. Egy éve működik a bizottság. Önök meg 5 éve vannak kormányon. Erre utaltam is, hogy kétségkívül ennek a bizottságnak létrehozatalával valamennyit csúsztunk, ezt korábban meg lehetett volna tenni, de igenis ennek a bizottságnak az a feladata, hogy valamennyi a szocializmus, kommunizmus működésével kapcsolatos információt teljes körülön a magyar társadalom rendelkezésére bocsásson. Mondjuk ön támogatja Schiffer András javaslatát, ahogy mondtam, mondjuk egy Kövér László, miért nem? Nem a javaslatot támogatom, meg kell kérdezni róla. Nem kérdezte meg ön tőle. Bocsánat? Nem kérdezte ön meg tőle. De még hogyha erről személyesen beszéltünk volna, akkor sem érezném úgy, hogy nekem kell ezt feltétlenül itt nyilvánosságra hozni. Hogyha ez folytatódik Orbán Viktor és Simicska Lajos között, már pedig miért állna meg ez a háború, akkor önök mit lépnek? Van erről valami közös elképzelés, hogy ezt meddig hagyják, vagy ez valakinek a szemét, Orbán Viktor személyes ügyeként kezelik, akármit mond Simicska Lajos? Simicska Lajos lehet, hogy sok minden titoknak a tudója. Hát egyenlően nem úgy tűnik. Tehát, mert? Hát, mert eddig becsületsértő és hazug állítások hangzottak el, de természetesen az, hogy ez még mit tartogat, vagy Simicska Lajos még mit tartogat teljesen. A magyar nyilvánosság számára, ebben én nem tudok előzetesen állásfoglalni. Elképzelhetetlennek tartja, hogy egyszer csak kiderüljön, hogy amit most Simicska Lajos állít Orbán Viktorról, az igaz. 1000%. És mondom még egyszer, ha valaki nem elfogult, és nem mondjuk a Orbán Viktor iránti esetleges antipátiával áll az ügyhöz, akkor ebben a kérdésben nem mondhat mást. Most van az Együttnek és az LMP-nek egy határozati javaslata, hogy az országgyűlés hivatalosan kérje Oroszországtól, hogy tegye kutathatóvá 44 után keletkezett KGB-s aktákat. Ezt például tudná támogatni a Fidesz? A Nemzetbiztonsági Bizottság megvizsgálja, szerintem nem kell olyan látszatot kelteni, és ez egyenlően ennyit tudok csak mondani a javaslatról, mint hogyha Moszkvában iszonyatos titkok lennének felelhetőek. Természetesen tudjuk. Egyébként pedig... Érdekes, hogy... Ja, meg Németh Miklóstól is. Igen. Egyébként pedig semmi akadálya annak, hogy bármilyen nemzetbiztonsági iratot Oroszországtól kérjünk, hogyha az fontos, akkor nem biztos, hogy ide fogják adni. Tehát lehet a közvélemény előtt ilyen játékot játszani. Nincs is akadálya annak, hogy az illetékes testület még kértünk, vagy jártunk már így, hogy kértünk valamit, és nem adták? Hát nagyon sok mindent kértünk, és nagyon sok mindent nem adtak. Hát, de nagyon sok olyan szolgálati iratokat? Nagyon sok olyan katona van, akinek az élettörténete a Szovjetunióba való kikerülésétől kezdve nem ismert, de tudjuk, hogy ott lelte halálát. Ezekben a mai napig nem jutottunk előbbre, noha még az e tekintetben sokkal barátságosabb, az 56-os forradalom eltiprásáért bocsánatot kérő Jelcin adminisztráció sem segített semmiben. És azt is teljesen elképzelhetetlennek tartja, amiről szintén Simicska Lajos beszélt, hogy mondjuk Moszkvában utalt rá, hogy Moszkvából pont dokumentumok miatt, eltűnt dokumentumok miatt, vélten eltűnt dokumentumok miatt. Ez már most komolytalan, de igen. Nem, csak azon gondolkodom közben, hogy ön vagy melyik pártársa fog majd minket beperelni. Szóval, hogy... Még eddig senkit sem pereltem. Tudom. Szóval, hogy Simicska Lajos által emlegetett moszkvai szál, azt is teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy Orbán Viktor Moszkvából ezzel bizonyos dokumentumokat zsarolják? Igen, teljes mértékben, és a felvetést is komolytalannak tartom. Értem, köszönöm szépen, hogy volt. Köszönöm a lehetőséget.